1890-es években Sisi legalább 4 alkalommal járt itt Nápolyban. Ebben a videóban azokat a helyeket mutatjuk be, amelyeket a királyné is megtekintett. Első alkalommal 1890. november 11-én érkezett a császárné Nápolyba, és 5 napig maradt a dél-olasz városban. Ez az év tele volt utazásokkal, így a campaniai helyszín csak egy rövid állomása volt a nagy túrának. Az utazás földközi tengeri szakasza Gibraltárból indult, majd áthaladt az észak-afrikai partokon. Algériában Sisi előbb Korzikára, majd Marseille-be utazott. Végül Itáliában kötött ki. A több mint egy évvel korábban elhunyt fiát, Rudolfot gyászolta. Az osztrák trónörökös 1889. januárjában öngyilkosságot követett el, miután lelőtte szeretőjét, Vecsera Máriát. Édesanyja Máter Dolorózaként utazott a földközi tengeren, magával cipelve végtelen fájdalmát és gyászát. Az utazás Nápolyon kívüli részleteiről a Gödöllői kastély gondozásában megjelent, útközben Erzsébet királynéval című kötetben olvashattok bővebben. Megérkezése után a királyné a múzeumokat járta, majd ellátogatott ide, az első Umberto galériába, ahol festményeket vásárolt a készülő Korfoly villájába. Sisi nápolyi tartózkodása bizonyos szempontból nagyon hasonlított egy modern turistáéhoz. Kulturális látogatások, művészet, zene, kulináris élvezetek, és persze az elmaradhatatlan vásárlás a város utcáin. Különféle műtárgyakat vásárolt. Koralt, teknős békahéjat, porcelánt, ezüstöt, betlehemes pásztorszobrokat. A császárnét lenyűgözte a nápolyi mesterek tehetsége. Műtárgyakat vásárolt Varellitól, intarziás bútorokat Caporettitól a Palazzo Fugában. De Angelistól Santa Teresáig kiváló nápolyi kézművesek tucatjai dolgoztak egy éven át kizárólag neki, hogy a királyné az épülő Korfui villáját berendezhesse. A királyné az itt tartózkodásai során jellemzően nem szállt meg szállodában, hanem a kikötőben horgonyzó jachtján töltötte az éjszakákat. Itt fogadta 1890. november 17-én az osztrák-magyar nagykövetet is, aki kizárólag e találkozó miatt utazott Rómából Nápolyba. Az újságok beszámolói szerint szintén a hajóról indult Dél-Tájban a San Francesco di Paola templomba, hogy ott misén vegyen részt. Szent Elmo erőd már a 14. század óta uralja Nápoly látképét és garantálja biztonságát. Falai között gyakran dúltak harcok Nápolyért, többek között a mi Nagy Lajos királyunk is küzdött itt a városért. Erzsébet királyné, amikor itt járt Nápolyban, gyakran felsétált ide, hogy gyönyörködjön ebben a szép panorámában. Sztárai Irma könyvében arról számolt be, hogy Nápolyban akár 6 órán keresztül is sétált a királynéval, aki végig megtartotta frissességét, fogékonysága az új meg új benyomások iránt pillanatra sem lankadt. Egy alkalommal Erzsébet királyné a következőket mondta udvarhölgyének. Nézze csak, mennyi itt a lézengő és csupa derűs arc. Csak déli nap alatt lehetséges ilyen boldog naplopás. Észak hidegebb, nedvesebb levegője nyírkossá teszi a lelkeket, hogy gomba módjára tenyészik bennük a gond.
A mögöttem lévő Gambrinus kávéházban evett Erzsébet királyné 1890. novemberében Ibolya fagylaltot. A mai napig az ő képével díszített pohárban árulják itt a fagyit. Természetesen napjainkban is kapható Ibolya ízesítésben is ez a csemege a királyné tiszteletére. A korabeli híradásokból tudjuk, hogy a királyné minden nápolyi tartózkodása során legalább egyszer ellátogatott ide. A kávézó falait jelenleg több a királynéről készült festmény is díszíti. Edoardo Matania helyi művész festménye is őt ábrázolja, amint Nápoly tengerparti sétányán sétál. A királyné ábrázolása nem a megszokott, tipikus kép, így ha nem olvastam volna a festményről, biztosan nem ismertem volna fel rajta Sissit. A kávézó legismertebb vendégei közé tartozott Oscar Wilde, Hemingway, sőt 2015-ben még Ferenc pápa is kávézott a történelmi nápolyi kávézóban. Másfél évvel Rudolf trónörökös halála után 1890-ben a közeli Nápolyból vonattal érkezett ide Casertába Erzsébet királyné. Itt található a nápolyi király nyári rezidenciája, ahol Sissi húgát, Máriát és férjét Ferencet 1859-ben megkoronázták. A Casertai királyi palota a nápolyi Bourbon királyok egykori rezidenciája. A palotát Luigi Vanvitelli tervei alapján kezdték el építeni 1752-ben. A 18. század legnagyobb európai építkezése volt, amely 1780-ban fejeződött be. A II. Világháborúban jelentős károkat szenvedett. A restaurálási munkálatokkal 1958 körül készültek el. Ekkor nyílt meg a múzeum, mely magába foglalja a királyi lakosztályokat, az udvari színházat és a kerteket. A kastély pompájával, méreteivel és a hozzátartozó kertekkel a versailles-i, madridi és szentpétervári paloták mellett az egyik legnagyobb és legimpozánsabb királyi palota Európában. 1996-ban felkerült az UNESCO világörökség listájára. Az olasz lapok folyamatosan beszámoltak a királyné programjáról, amit a magyar újságok átvettek. Egy ilyen cikkből derül ki az, hogy Sissi 2 óra hosszát töltött a kastély falai között, és különösen sokat időzött húga és fia portréja előtt. Napjainkban a nyilvános kiállítótérben sajnos már egyik festménnyel sem találkozhatunk. Az egyik lap arról is beszámolt, hogy a királyné bejárta a kastély parkját, és egészen ide a vízesésekig elsétált. A palotában forgatták később a Csillagok háborúja című filmeposz Bajós árnyak című részének néhány jelenetét. Ugyancsak itt forgatták a Mission Impossible 3 vatikáni jeleneteit, valamint az Angyalok és démonok egyes jeleneteit is. A Vezúv árnyékában eltöltött 5 nap alatt Sissi nem csak a gyönyörű és nyüzsgő Nápolyra koncentrált. Ellátogatott Castellamare-ba, az egykori Café de Európába, a mai Grand Café Napoliba is. Egy alkalommal Sissi a mögöttem lévő Grand Café Napoliban ebédelt, ahol néhány vendég felismerte, és amikor a királyné távozni készült, ovációban törtek ki. Szintén olasz lapokból derül ki az, hogy a királyné a Nápoly közelében lévő pompei ásatásokat is megtekintette. A feltáráson restaurátorok egy freskón dolgoztak, ami a királynének annyira megtetszett, hogy felkérte a művészeket, hogy reprodukálják a festményt Korfui villájában. Királynéről egy paparazzi felvétel is készült, amikor Pompejben járt. A híradások szerint a királyné órákon keresztül sétált itt a romok között, de a látogatásának fő célja az volt, hogy a Korfui villája számára szobrokat és berendezési tárgyakat vásároljon.
A Budapesti Hírlap így ír az 1891-es látogatásáról. Erzsébet királyné egy udvarhölggyel sétát tett a városban, s betért néhány boltba is. A kikötőbe bérkocsi vitte vissza, s a felséges asszony pompásan mulatott a kocsisokon, akik valóságos harcot vívtak azért a szerencséért, hogy az ismeretlen úrhölgyet a kikötőbe szállíthassák. Érdekes egybeesés, hogy alig néhány nappal a királyné távozása után, április 26-án Stefánia, Rudolf trónörökös özvegye is Nápolyba érkezett. Az Achilleon elkészülte után a királyné Korfura menet még több alkalommal megállt néhány napos tartózkodásra Nápolyban. Sztárai Irma visszaemlékezése szerint az 1895-ös utazás során 4 napi szabadságot kapott a királynétól, amit arra kellett felhasználnia, hogy Nápoly és környékével megismerkedjen, amiben Berzevici Ádám főudvarmester segítette. 1896. márciusában a francia Rivieráról érkezett a királyné Mentonból Cannon keresztül Nápolyba, majd pár nap után tovább indult Korfura. Ez volt az utolsó nápolyi látogatása. Az ott tartózkodásáról a fővárosi lapok az alábbiakat írta. A felséges asszonyt egyszerű fekete ruhában egy udvarhölgye kíséretében gyakran lehetett látni Nápoly utcáin, és különösen szeretett elvegyülni a Szent József napi vásár tömegek közé, ahol egy alkalommal egy csomó szegényesen öltözött kisgyermek kötötte le a figyelmét. A szegénykék vágyó tekintettel bámulták az egyik sátor pompás játékszereit és csemegéit. A felséges asszony behívta őket a sátorba, és vásárolt nekik mindent, amit csak szemük szájuk kívánt. A sátort majd felvetették a boldog gyermekek nagy örömükben, és úgy néztek a fekete ruhás szép asszonynak, mintha csak valami ajándékoztó, mesebeli tündér szállt volna le közéjük, aki azután egyszerre eltűnt, mielőtt a gyermeksereg boldog meglepetéséből magához térhetett volna. Hogy milyen volt Sisi és Nápoly kapcsolata? Ezt leginkább Sztárai Irma következő sorai mutatják be. A királyné alig tudott megválni a helytől. Ma egész nap derűs, vidám és beszédes volt. Ez a nápolyi hangulatom, mondá. Itt minden hozzájárul ahhoz, hogy engem fölvidítson. Ha szeretnél tőlünk több tartalmat látni, iratkozz fel a csatornánkra és írj kommentet. Találkozunk egy következő videóban.